Sziasztok! Folytatjuk Top 5-ös sorozatunkat, ezúttal a Toyota új sportautójával, a kínálat harmadik, igazán izgalmas darabjával ismerkedünk meg, ez pedig nem más, mint a Toyota GR86-os. A GT86-os utódjának egyik újdonsága az alumíniumból készült tető, ajtók és motorháztető, ami elsősorban azért fontos, hogy a több extra és a magasabb biztonság ellenére ne legyen jelentősen magasabb az autónak a tömege, így 1270 kilóról indul. A típust ismerők számára nem meglepő, a piacon azonban igenis ritkaság a boxermotor, amely sem turbófeltöltővel, sem lágy hibrid támogatással nem kényeztet, ezzel szemben 2 liter helyett 2,4 literesre fúrták fel, ami plusz 34 lóerőt jelent, és a nyomaték is jelentősen több. Most 234 lóerővel és 250 Nm nyomatékkal gazdálkodhat a sofőr, és utóbbi, ami mondjuk egy turbófeltöltőt is képes helyettesíteni, már jóval alacsonyabb fordulaton jelentkezik. Belül is találunk érdekességeket. Ma már igazából ritkaságnak számít egy hagyományos 6 fokozatú kéziváltó. Persze felárért automatával is lehet rendelni, de azt hiszem, hogy ezt az igazán sportos lelkületű autót mindenki inkább majd a saját kis kezével szeretné kapcsolgatni. Hogy tudjuk élvezni a motor hangját, a mérnökök arra is gondoltak, ezért beépítettek egy hangszórós, rezonátoros megoldást, amivel nagyon szépen bejön ennek a Subaru-val közösen fejlesztett boxermotornak a hangja az utastérbe. És itt érkeztünk el a következő érdekességhez. Ez az utastér szintén a Subaru-val közösen berendezve, meglepően izgalmas a Toyotáknál. Tehát ritkán találkozunk ilyen kis szép billenőkapcsolókkal, ilyen tekerőgombokkal, ilyen modern, viszonylag könnyen áttekinthető központi menüvel, és legfőképpen pedig piros színű szőnyegezéssel, ami a Honda Type-R-eknek a jellegzetessége, de ez most a Toyota GR-nél is megjelent. Mégis a boxermotornál és a fantasztikus kupéformánál is sokkal fontosabb dolog a hátsó kerékhajtás, ami a nem prémium kategóriában ma már tényleg igazi kuriózumnak számít. 15 millió forint alatti árával a GR86-os igazi ajándék, vegyétek, vigyétek, amíg lehet.